nagyon szépen köszönjük, hogy a nyományvédő zenevolátok. Kamara kórust láttuk, hallottuk, még egy betapsot kérnék szépen vezényelt Göcsényi és Árhegyi Nóra. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 24. Gyomántrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál hivatalos megnyitóján. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Nagy István agrárminiszter urat. Köszöntöm körünkben Alexis Rusinek, francia nagykövetség tudományos attaséját. Kemele Vandrik Ariadné, nagykövetségi referens. Abdallah Baha, francia Szent Pál Agrárközpont igazgatója. Tisztelettel köszöntöm körünkben Dankó Béla országgyűlési képviselő urat. Zalai Mihály urat, a Békés vármegyei önkormányzat elnökét. Dr. Rákóczi Attila urat, a Békés vármegyei kormányhivatal főigazgatóját. Dr. Krizsán Anettet, a Békés vármegyei kormányhivatal gyomelződi járási hivatal hivatalvezetőjét. Professzor dr. Gyurica Csaba urat, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát, Gyomendrő díszpolgárát. Davidovics Lászlót, a Bethlen Gábor mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum szakképzőiskola és kollégium intézmény vezetőjét. Kozsuk Kornél urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei igazgatóját. Babák Mihály urat, Szarvasváros polgármesterét. Dr. Horváth Józsefet, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatóját. Kempenyes András urat, a Gyulai Tankerületi Központ irodavezetőjét. Berci László ezredes urat, a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság képviseletében. Molnár Sándor alezredes urat, Szarvasi rendőrkapitányság vezetőjét. Mindenkit elmondtam, aki itt van a színpadon, nagyon szépen köszönöm, és hát akkor tisztelettel felkérem elsőként polgármester urat, Toldi Balást, hogy mondják köszöntőjét. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, képviselő úr, elnök úr, rektor úr, kedves polgármester, társak, polgármester asszony, kollégák, tisztelt kapitány urak, kedves vendégeim, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 24. Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválon. A 24 az már majdnem 25, és amikor ez a nem túl nehéz felismerés megtettem, rájöttem arra, hogy egy picit lehet, hogy utána kell nézni és fel kell idézni emlékeket a Sajt és Túrófesztiválból, abból a 24-25 évből, amely eltelt az első megrendezése óta. 1999-ben rendezték meg az első Sajt és Túrófesztivált itt ezen a téren, amely természetesen akkor még nem így nézett ki, és a fesztivál is egy picit szerényebb keretek között került megrendezésre. Hála a Határgyőző Városi Könyvtár digitális archívumának, nagyon sok információval tudott bővülni a tudásom, és nagyon sok mindent olvashattam az első fesztiválról. De talán a legfontosabb az az volt, hogy az akkori újságíró megkérdezte az akkori képviselőtestület tagjait és az akkori polgármestert, hogy mi a véleményük a Sajt és Túrófesztiválról, és akkor azt hangzott el a képviselők és a polgármester úr szájából, hogy egy nagyon szép és nagyon színvonalas rendezvény volt akkor, és nagyon remélik, hogy ezzel hagyományt teremtenek Gyomendrőben. Hát én már a 24. Sajt és Túrófesztiválon vagyunk, úgyhogy azt tudom mondani, azt mondhatom szerintem, hogy igen, sikerült a hagyományteremtés, és azt gondolom, hogy az első után következők mindent megtettek annak érdekében, hogy a rendezvény a lehető legsikeresebb legyen. Így van ezzel a mindenkori képviselőtestület, és így van ezzel a mostani képviselőtestület is. Igyekszünk mindig mindent megtenni annak érdekében, hogy a Sajt és Túrófesztivál sikeres legyen. Remélem, hogy aki majd ellátogatott, az nagyon jól fogja érezni magát. Szeretném megköszönni a támogatóinknak, miniszter úrnak, képviselő úrnak azt a segítséget, amit nyújtottak ahhoz, hogy a mostani Sajt és Túrófesztivál ezekben az időkben is megrendezésre kerülhessen, hiszen nem titok, nehezen indult az évünk, de hála Istennek és a kormányzati segítségnek sikerült ezt áthidalnunk, és sikerült olyan körülményeket teremteni, amely lehetővé tette azt, hogy megrendezzük a fesztivált. Én nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai napra, vagy erre a hétvégére, érezze mindenki nagyon jól magát. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük polgármester úr szavait. Igyon hát mindenki, ki bort, ki pálinkát, s vigye táncba a legkedvesebb párját. Te meg prímás hundrája, hadd legyen jó kedvünk már!
Körösmenti Néptánc Együttesnek. Nagy tapsot kérünk szépen a táncosoknak, nagyon szépen köszönjük! Itt a Gastrobuszban, a Nemzeti Művelődési Intézet buszában, mert hát nagyon-nagyon komoly produkció fog következni, egy kis gasztronómia, kulináris élvezetek, mert hogyha jól tudom, akkor lesz itt például egy kis harcsapaprikás túros csúszával, illetve 2023 magyar rögös túros fogácsát készít pár másodperc múlva. Mindjárt, hogyha jól látom. Igen, ott van már Fási Ádám barátom, a vasárnapi bulik séfje, és Tímár András, Verezdíjas mester szakács. Ők készítik ezeket az ételeket, meg lehet kóstolni. 2023 darab magyar rögös túrós pogácsa, úgyhogy tessenek jönni, hiszen ha minden igaz, már készül a finom pogi. A sajtudvarban nagyon finom sajtokkal várják önöket a kézművesek, a sajtosok, és hát természetesen itt vannak a vendéglátós kollégák is, akik már péntek délután óta nagyon-nagyon finom ételeket készítenek folyamatosan, úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe. Hölgyek, urak, tessenek jönni, kóstolják meg a finom pogácsát! Mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést, én pedig rohanok oda a mikrofonnal a gasztrobuszhoz, hiszen Fási Ádámnak is mindjárt adok egy mikrofont, és Ádival fogjuk majd levezetni közösen ezt a kulináris élményt, úgyhogy tessenek jönni! Tisztelettel felkérem dr. Nagy István agrárminiszter urat, hogy hivatalosan is nyissa meg a 24. Gyomendrődi Nemzetközi Sajt és Túró Fesztivál. Jó napot kívánok, nagyon nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, igen tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársam, rektor úr, elnök úr, a főigazgató és igazgatórak, és természetesen mindjárt, akik ma itt velünk együtt ünnepelnek. Igen, ünnep. Ünnep, amikor a saját kezünk munkáját láthatjuk. A saját kezünk gyümölcseit fogyaszthatjuk. Hallhattuk, hogy, és tapasztalhattuk is, hogy mi nehézségek övezték az elmúlt években a gazdasági, a termelői munkát. Átélhettük történelmi méretű aszályt, amit ember emlékezet óta nem volt sem ebben a térségben, sem Magyarország más területein. Mégis van ennek egyetlen egy előnye. Mégpedig az, hogy fölértékelődött a mezőgazdaság szerepe, fölértékelődött az élelmiszer önellátásnak a szerepe. Ráirányul a figyelem arra,
hogy mit jelent a mezőgazdasági termelés, mit jelent az élelmiszernek a mindennapi biztosítása. Ez egy fantasztikus dolog. Azt tudom önöknek mondani, hogy ehhez a magyar kormány minden segítséget és támogatást adott. Az elmúlt napokban újabb 8 milliárd forintnyi támogatást fizettünk ki a kisüzemi kistermelői pályázatok során, amely 15 ezer eurót jelent egy-egy termelő számára azért, még több kecskéje, tehene, sertése vagy bármilyen más állata legyen, művelje meg a kertet. Pontosan azért, hogy a kézműves terméket piacra tudja hozni. Hogy ezt a terméket legyen is hol értékesítenie, ezért az önkormányzatok számára is 100 milliós keretet biztosítunk arra, hogy termelői piacokat hozzanak létre. Mert mindaz, ami a rövid ellátású lánc keretében a termőföldtől az asztalig kerül, az végtelen fontos. Színesíti, megújítja a magyar gasztronómiát, növeli a gazdák bevételéhez hozzáadott értéket, ezáltal jövedelmezőbbek lesznek, ezért a megmaradás, a gyarapodás a sokkal inkább erőteljessé válik. Több mint 80 milliárd forintot fizettünk már ki, több mint 14 ezer ilyen kistermelőnek azért, hogy kert meg legyen művelve, és kezük munkája, kezük gyümölcse piacra kerülhessen. Ezt érzékelhetik itt, ezen a vásáron is, ezen az ünnepen is. Hiszen az, hogy több mint 20 termelővel találkozhatunk, az, hogy információt kérhetünk, az a sokszínűség, az a sokféle termék, amit ők megmutatnak, hogy mit is lehet készíteni általuk, az szerintem egy fantasztikus kincs, meg kell becsülni. És majd nézzék meg a termelői büszkeséget. Azt, hogy ők mi tisztelettel és szeretettel kínálják ezeket a termékeket. Ezek azok az értékek. Mert mi tart meg bennünket? Legyünk őszintén. Az, ha két lábbal állunk a földön. Az, ha kezünk munkájának eredménye van. Ha kezünk munkájának gyümölcseként meg tudunk élni belőle. Ez biztosítja a megmaradást. Ezért ennek a támogatása végtelen fontos. Engedjék meg azt, hogy bejelentsem azt is, hogy az elkövetkező három esztendőre, 2027-ig több mint 5300 milliárd forint áll rendelkezésre ahhoz, hogy a magyar gazdák meg tudják valósítani azokat az elképzeléseiket és fejlesztéseiket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképességét növelni tudjuk. A magyar élelmiszeriparra több mint 750 milliárd forintnyi fejlesztési forrást fogunk fordítani az elkövetkező időben azért, hogy teljes körű megújuláson essen el. És mindez, minden elköltött forintból azt szeretnénk elérni, hogy a gazdák versenyképessége növekedjen, a teremtett világunk minősége az javulni tudjon, hogy ne csak elődeinknek, ne csak a jelenlegi generációnak, hanem a jövő generációjának is megfelelő megélhetést, biztonságot, megmaradást és jövőképet jelenthessen az a föld, amin elődeink is éltek és dolgoztak. Engedjék meg, hogy ezekkel a szavakkal hivatalosan is megnyissam ezt a fesztivált. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, gratulálok! Nagyon szépen köszönjük miniszter úr szavait, köszönjük, hogy hivatalosan is megnyitotta a 24. Gyomádrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztivált. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, ezennel a rendezvényünk hivatalos megnyitója véget ért. Nagyon szépen köszönjük a köszöntő szavakat, köszönjük kedves vendégeinknek, és hogy lehetett hallani önöknek kellemes napot, jó hétvégét, jó szórakozást kívánok, és hát, ahogy miniszter úr is mondta, mindenképpen menjenek el a sajtudvarba, kóstolják meg a sajtokat, vásároljanak, fogyasszanak. Érezzék jól magukat. Köszönjük a figyelmet!
Csaba Gonzálóért, a Bikini Együttes! Nagyon köszönjük, fantasztikus zsenének elnökök! Nagyon jó volt! A viszontlátásra! Na mi a fasz van, bulizunk egy kurva nagyot? Kerültek ide, most mindenki belepufázik, bele se kellene, de minden nagyobban nevem és nagyobb és nagyobban. Mindenik nézi, hogy mi van a kertben, mindenik nézi, de semmit csak kell. Mehetünk sokáig, maradtam csendben, nem tudom tovább kívülni. Tudtam, hogy jól van szemekkel, akkor is vettem a szemekkel. Mennem a rendig emberek, kettetek én pedig ezt tettem. Megmondtam, hogy nem hittél, beszélettem, mert elvettétek. Mindenem, amikor nem mondtam, túl sokat. Ide kerül is a kényt a fejlentem, megmozottottuk a gengemmel. Régen az utcán az üzlettem, mert meg idegen lehetek a létrettem. Milliók álltak a gondolkból, nekem több minden, nekem fontos volt. Hozzak, ha nem tanult. Hogy? Azt mondják mindig az utcára, hogy elég a szállam. Yeah, túl sokan lettetek kellene. Yeah, valami baj, vagy tele is bonoszak. Hey, hey, nagyon zavar van. Amerre járok, mindig fekete felő pallat fölöttem. Úgy, mint az időmet, én a saját fiamat is sokszor. Sokáig nem találtam az igazi barátaim, mint volt a felükről döntem. Wow! Köszönjük szépen! Sajátok, nagyon szépen köszönjük ezt a mai estét. Isten veletek, vízzel nem, remélem megtalálkozunk. Szevasztok! Köszönjük meg. Szuper volt.